gyakorlatilag kicsit csapongani fogok, mert nem kívánok felolvasni különböző előre megírt írományokat. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a kerület fő problémája a közbiztonság romlása, a közlekedési anomáliák, nagy átmenőforgalom, zajterhelés és a parkolóhelyek hiánya. Nagyrészt az átmenőforgalommal nem lehet mit csinálni, de az, hogy a rendőrséget nem lehet felhívni és nem jön ki, ez azt hiszem, hogy, tehát 20 évvel ezelőtt nem volt ilyen. Tehát itt egy egész egyszerűen egy negatív tendenciát lehet észrevenni, ilyen nincs. Az előttem szóló, a közlet fenntartóról szólt pár szót, tökéletes egyetértek. Jelen pillanatban nettó bevétel behajtó cégek vannak. Ilyen például a parkolási maffia, és ilyen például a közlet fenntartónak nevezett konglomerátum, ami más nem csinál, mint esetenként az autósokat és a vállalkozásokat legzárja. Tehát az, hogy mondjuk látok egy külföldi autót, és látok rajta egy kerékbilincset, azt hiszem vélázító, mert a külföldi az valószínűleg pénzt jön ide elkölteni, és nem pedig azért, hogy valami ember rárakja a kerékbilincset és 16 ezer forintos váltságdíjért szabadon bocsássák az autóját. Azt hiszem, hogy nyugodtan lehet beszélni, azt hiszem, hogy a parkolási kérdésről is, mert én akkor jöttem ide, amikor itt még nem volt fizetős parkolási rendszer. És egyik pillanatra másikra bevezették, jelen voltam végig a lakossági fórumokon, semmiféle észszerű észrevételt nem voltak hajlandók a döntéshozók respektálni. Tehát nem foglalkoztak vele. Egész egyszerűen bevezették, és pár évvel később pedig azt lehetett végre hallani, hogy a Centrum Parkolási Kft., aki akkor még azt hiszem Polkuper tulajdonban volt, ez nem az a fideszes képviselő, csak a rokona, 200 millió forintért szedte be azt, hogy minket nem tudtak a rokonaink megközelíteni. Tehát azért tudomásul kell venni, hogy az autós az nem azért mászkál autóval, mert parkolási problémát akar csinálni, hanem azért, mert van egy célja. Tehát hogyha valaki például azért nem tud a lakásába hazamenni, mert mondjuk három autója van, és ugye itt csak kettő autóra adnak engedélyt, és azért képes, kénytelen bárhova elmenni autózni, én úgy gondolom, hogy ez bizonyos fokig majdnem egy bűncselekmény. Én azt hiszem, hogy végre valahára autószámtól függetlenül ki kell adni az autósok, tehát a lakosságnak a lakossági parkolási engedélyeket, és nem 2000 forintos váltási, tehát ilyen díjért, hanem valami jogon kell, hogy járjon. Egyébként emberi parkolási mozgalom alelnöke is vagyok, több észszerű javaslatunk van egyébként közlekedés szervezéssel, közlekedéssel, tömegközlekedéssel és nagyrészt egyébként a parkolással is. Jelen pillanatban az a parkolás, ami Budapesten és Magyarországon van, az gyakorlatilag nem egyébként egy parkolási maffia, egy védelmi pénzszerzés, és ráadásul nem csak, hogy tulajdonképpen váltságdíjat szed, hanem én nem hallottam még, hogy bármikor is ebben a jó, köszönöm. Csak gondoltam, hogy milyen célra készül egyébként a felvétel. Hát még nem láttam élően most, úgyhogy most ennyit akkor lefotóztam. Önnek kit tiszteletek esetleg? Én ellenbének vagyok képviselő. Értem. Szeretettel látjuk. Nem politikamentes társaság egyébként nagyrészt. Volt már Empalmos a környékünkön, de meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes, mert valahogy az emberi parkolási mozgalom valahogy periférián van. Tehát nagyon kevés párt foglalkozik vele, és ezt én arra vezetem vissza, hogy 10 év alatt közelítőleg 300 ezer millió forint tűnt el parkolási pénzből. És valószínűleg nagyon sok embernek ebből jut. Ugyanis valami oka biztosan van, hogy a lakossági meghallgatásokon és rendezvényeken fizetős parkolás ellen beszélnek rendszeresen. Ehhez képest a fizetési parkolási területek nőnek. Ennek biztos, hogy megvan az oka. Én azt hiszem, hogy a bevételcentrikus világnézet. A feneketlen tóról és hajléktalanról, ezt gyakorlatilag nem fejeztem volna be ezt a parkolási dolgot, erről még órákat lehetne beszélni, nem hiszem, hogy ez a fórum ennyi szerintem pont elég.
A feneketlen tó az valóban egy gyöngyszem lehetne. Az a szétdobált szemétmennyiség, az a zaj, az a szemét, az a hajléktalan probléma, ami ott van, az meg mindenféleképpen megoldást kínálta. Ilyen, ilyet azt hiszem nem lehet pallagon hagyni, vagyis hát megoldást nélkül hagyni. Én úgy vélem, hogy minimálisan azt a nyilvános vécét, amit itt a busz megállónál lehet látni, azt én azt hiszem, hogy meg kéne nyitni újra. Tehát a mobil WC az hát nem teljesen higiénikus, de egy WC-nek a megnyitása azt hiszem mindenféleképpen megoldaná ezt a problémát. Én azt minden esetre még szeretném elmondani, hogy az polgármesternek és a képviselő jelölteknek joguk, tehát az egyes paragrafusban a működési szabályzatban benne van, hogy a lakókat kell képviselni. És a fölösleges beépítéseket, tehát olyan területre, ahol egyszer már nem fér el több épület. Én azt hiszem, hogy nem kéne több épületet tervezni és engedélyezni, mert ez az építés építtetőnek ennek valóban érdeke, de a lakosságnak nem. Nagyon jó példa egyébként, nem pont a 4-es területen, 4-es számú választó területen, de a Petszvál József utcában, Petszvál és a Újházi utca sarkában van egy nagyon érdekes épület. Lehet látni, hogy az épület ráépült az utcára. Tehát meg lehet nézni a kerítés nyomvonalakat, és egyszer csak ott ráépült az utcára, de úgy, hogy kb. 20 centire van a fától, tehát a régi fáktól 20 centire épült fel a ház, 30-ra. Tehát ráépült az utcára, és nem történt semmi. Tehát egy időre leállt az építkezés, aztán egy idő után gondolom megfelelő büntetés megfelelő helyre elment, és utána felvetették üteni ezt. Ja, és egyébként garázsok helyére épült ez a ház. Tehát én azt hiszem, hogy ez az az erkölcsi dolog, amiről Hajni is beszélt előttem, hogy az ilyen jellegű döntési helyzetben mutatja meg az, hogy ki az, aki tényleg a lakosságot képviseli, vagy akár az etikát, és ki az, aki pedig egyébként anyagi érdeket mentén politizál. Én azt hiszem, hogy körülbelül elmondtam mindent. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.